Hölgyeim és uraim, indul az első nemzeti bajnokság döntő meccse. Horizon és PS között fog lezajlani ez az ötös széria. Én Gépzsír vagyok. Én kommentálom ma este ezt a versenyt. És a Cloud Kingdom pályát választották a játékosok, illetve hát az is volt az opcionális, úgyhogy lehet, hogy azért választották. Ami egy eléggé ismert pálya, hiszen nagyon sokáig benne volt a ladderben is. Azt hiszem, hogy most már nincsen benne, de lehet, hogy a Wolos ladderben benne van még. Horizon került a bal alsó sarokban, ő a kék Protoss. És PS van a jobb felső sarokban, ő pedig a citromsárga Terran. Ezt a pályát talán már mindannyian jól ismeritek, hiszen sokan játszottunk rajta, sokáig benn volt a ladderbe. Talán nem kell elmondanom, hogy közel vannak egymáshoz a játékosok, hiszen itt szembe simán át lehet futni a másikhoz. Remek alkalmakat ad a pálya cheesy-khez, de lehet makrót is játszani, hiszen viszonylag könnyű az első két expert felállítani. De azért veszélyes a harmadik bázis, mert elég nyílt itt szemből is meg lehet támadni, illetve oldalról szeretnek a protoszok levarpolni ezt azt, hogy megnehezítsék az ellenfélnek a életét. Itt a játékosok gyakorlatilag a legnagyobb pontszámokért fognak küzdeni a ranglistán. Ők ketten lesznek az első és a második helyen. Rengeteg ponttal ráadásul, hiszen ahogy megyünk lefelé, drasztikusan csökkentek a pontok számai. Az egyik, az első helyezett az 25 pontot fog kapni, a második pedig 18-at. És bizony ekkora pontszámokat elég nehéz úgy összeszedni, hogyha az ember nem nyer egy ilyen meccset, mert a harmadik hely az 5 pontot ér, illetve a negyedik hely ér 5 pontot, a harmadik hely pedig 10 pontot ér. De mindenki harmadik helyezett, aki a negyeddöntőig jutott, illetve az elődöntőig, és mindenki negyedik helyzet, aki a negyeddöntőig jutott. Négy ember van, a harmadik helyen pedig két ember. Mind-mind kapnak pontot, 8 ember kap pontot ezen a nemzeti bajnokságon, illetve az összes többin is, és ebből fog kialakulni egy ranglista, és egy idő után majd lesz egy ilyen sorrend, hogy ki mennyi versenyen, meg mennyi pontot ért el, meddig jutott, azaz mennyire jó játékos. Közben láthatjátok PS-t, amit simán kiexpert, és Horizon ezt mind be is derítette, egy látja mire készül PS, két Rax van, miközben elkészült a Command Center, egyszerűen nem sokára elkészül. Közben Horizon Nexus-szal kezdett, bár nem vagyok benne biztos, hiszen itt ez a gép már rég készen van, szedi régóta a gáz, és készül a Cyber, és jön a második gáz, és szerintem itt Stargate lesz megint, meglátjuk. Illetve PS is nem sokára ezt meg fogja látni, hiszen már jön is deríteni ezzel a félkegyelmű SCV-vel, hiszen félig sérült, nem százas. Látja is szedi, tehát a gázokat látja, rengeteg a prób, itt túl sok a prób, nem jó hír. És most már ő is elkergette innen Horizonnak a próbját, nem sokára megépül a bunker, némi védelmet adva ennek a bázisnak. És kint van egy stalker, aki el is intézte azt az SCV-t, szerintem egy lövés volt neki. És nem sokára érkezik a Mothership-kor is egy Sentry. PS pedig úgy döntött, hogy elindul 4-5 marinnal csak a Szelnogáig? Nem csak a Szelnogáig, megy egészen Horizonnak a bázisáig szerintem. Attack move-val itt szépen körbe, de hát mindegy, mert már látta Horizon, hogy jönnek a marinok, ott szétlőttek egy próbot, úgyhogy tud mindent.
a Stalkert haza is vissza kelleni fog neki most minden ereje, hogy tudjon védekezni. Ó, és itt szembe fognak találkozni a Stalkerek és a Marinok, és nem biztos, hogy megúszta éve ez a Stalker. Azért mindig, épp hogy ér, de azért visszafordul lőni egyet-egyet a Marinokba. És PS pedig most visszavonul valameddig. Ha, csak vissza, nem tudom. Hát úgy tűnik csak benézett, aztán már... Ja, csak az erősítés fogja megvárni valahol a pálya közepén. És közben Horizon. Már van robója, jön az első Observer. 3 gétje van, egy Forge is elkészül nem sokára. Úgyhogy Pylonthoz ide tudjon warpolni. És most, hogy megvárta PS az erősítést, talán támadni is fog, így van. Most már elég sok a Marina ahhoz, hogy... az, hogy megtámadja Horizonnak a seregét. Rengeteg force field volt ehhez képest, a sereghez képest ketté vágta gyakorlatilag a Marinokat, ahogy Horizontól ez szokás, és simán felülrölte a PS-nek a Marinjait, amiben nagy segítséget nyújtott ez a Photon Overcharge. Megérkezett közben az Observer PS bázisára, úgyhogy most Horizon mindent bederít, tök látja, hogy milyen build-je van most PS-nek, látja a Stargate-et, látja, hogy rengeteg Rax érkezik. És itt PS, itt két bázison is van egyelőre. Na, és úgy látom, hogy talán ki expel? Nem, csak körbenéz, van-e már proxy pylon valamelyre. De hát nincsen. Horizon egyelőre. Horizon egyelőre beindítja teljesen ezt a két bázisát. És Observereket gyárt folyamatosan. Most kiment néhány Stalkerrel a legközelebbi Szelnagáig. És itt PS viszi is a Factory-t, itt Horizon követi ezzel az Observerrel. Vagy csak ide rakta ezt az Observert a támadási útra. És most Salvager PS ezeket a bunkereket, úgy tűnik, hogy nincs rájuk szüksége, viszont a pénzre annál inkább. És most megindul egy újabb támadásra ezekkel a Marine Marauder medivek sereggel. És szerintem el is fog tudni bánni ezekkel a Stalkerekkel, hogyha sikerül utolérnie őket. És Horizon most rakosgatja mindenfelé a proxy pylonokat. Mindjárt ide is fog egyet rakni valahova. Közben utolérte most a Stalkereket, de már van blink, úgyhogy simán elblinkel Horizon. Stimmel próbálta követni, de hát nem sok sikerrel. És most megnézi PS. Megnézi PS? Nem nézi meg PS, hogy van-e bázis. Horizon viszont azt gondolja, hogy innen fog támadni PS. De PS nem akar támadni, hanem elfut. Megnézni, van egy proxy pályon, és ezt jól teszi, hiszen van. Nem sokára tehát. Ideér a teljes serege PS-nek, megküzdjön ezzel a nem létező warp-al, és közben Horizon szemből jó betámadja most PS-t. Itt a Szelnagánál látja is, hogy mi a szitu. Utána blinkel, és majdnem sikerül a második medíveket is elpusztítani a Stalkereknek. Egyedül az Afterburner mentette meg ezt a medíveket, gyorsan el tudott húzni onnan. És hát amikor odaér, egyből már viszi is vissza a medívekeket. Nagyon fontos ez a sok medívek egyébként. Közben itt egy szépen szelegette le az SCV-ket. És minden hova rakott már Horizon proxy pylonokat, kicsit talán PS korán nézte meg, hogy merre van, de úgy látom, hogy óriás drop fog itt érkezni, nem csak kettő medivekből megy a drop. Közben pedig szemben is meg fogja támadni PS Horizont, aki már kiexpert harmadikra, csak úgy mint PS, és
Itt ez a proxy pályon szerintem le fogja buktatni ezt a droppot, így van, pont fölötte húz el a két medivek. Úgyhogy talán, hogyha figyel, és meg is állott fölötte, tehát itt pontosan látja azt, hogy... Pontosan látja azt, hogy mi történik. Horazon pedig nem várt tovább, hanem kirohan, most már vannak neki High Templárja is, Stormokkal, úgyhogy nagyon jó kis seregkompozíciója van PS serege ellen, aki most már bedroppolt, és itt a harmadik bázis próbálja leszedni, amivel Zélotokkal reagál. Horazon nem is kevéssel, és ott a Storm, és Afterburnerre próbált elmenekülni, de hát nem sikerült elsprintelni annak a medíveknek. Úgyhogy ez a két dropnyi, ez a két medíveknyi sereg az teljesen elpusztult. A PS pedig ghostokat fog hozni. Kell is az EMP, illetve a Storm ellen. Készül most már a level 2 a marinoknak. Vannak vikingjei, és Marin Marauder stílust játszik PS, közben van néhány zélatos, egy High Templar, ami csak arra vár, hogy itt az SCV-ket elpusztíthassa, és szerintem azok ott akcióba is lépnek, amikor odaér ez a sereg. PS-hez, és itt a szűk átjáron fognak támadni, de hát odarakott néhány dipót, úgyhogy megakadályozza itt a bejutást. De hát a charge zéltok azok szépen rácsásból a dipóra, de látja, itt nem érdemes támadni, és közben itt megvolt szerintem a Storm. De hát ott van PS-nek a serege, és ezt ki is használja most Horazon, úgyhogy előről szépen betámad. És mindig, amikor ideérne PS, akkor gyorsan visszarántja a teljes seregét. És közben itt egy újabb támadás készülődik a harmadik bázisnál, ahol látszik, hogy azért megritkultak rendesen a Vessivik. És újra betámad. Itt akarja tartani PS-nek a seregét, hogy a harmadik bázist tudja írtani hátulról. És igen, már indulnak is az élotok, miközben erről folyik a csata. Befutottak az élotok, és szedik le az SCV-ket. PS pedig fut vissza. Gyakorlatilag ide-oda kell futkároznia neki ahhoz, hogy tudja védeni ezt a bázist. És bizony mindig veszít egy kicsit. Miközben Horazon a háttérben vígan elérdegél. Itt van neki a harmadik bázisa, már annyi pénzem, hogy már kiexpert még egyet. Igazából az lenne a megoldás, hogyha ezt a Pylont végre elpusztítaná. De úgy látom, hogy most már Horazon nem támad többet, úgyhogy PS-en a sor, és kimozdult ezzel a most már elég nagyra duzzadt seregével. És Horazon hátba támadja PS-t, illetve minden irányból megtámadja PS-nek a seregét. Nem láthatunk Stormot, dehogy nem, ott vannak a Stormok, de hát túl sok volt a Ghost, túl sok volt a sereg, úgyhogy gyorsan felülrölte PS a Horazonnak a seregét, de hát Horazonnak akkora bankja van, hogy szerintem gyorsan vissza tudja tudni hozni a sereget, de nem biztos, hogy meg tudja menteni ezt a bázist, amit most PS szépen fel is őröl. Mindeközben védekezik ezzel a Nexus-tal, ezt már nem fogja engedni Horazon, hogy elveszítse. És a Ghostok, nagyon nagy veszteség lesz, hogyha itt a Ghostok elesnek. Nagyon nagy PS serege, a Charge Dotok nem sokat értek. És sikerült kifokuszálni a Kolót is. És elveszik Horazonnak a serege, úgyhogy nem jött be a számítása. A Stormokat sikerül elölni a High Templárokkal, úgyhogy azért nem teljesen mentek veszendőbe. De PS még így is halad előre, most már a második bázis felé megy. Nagyon szép játékkal megy, és hozza közbe az utánpótlást, ezt a minimapon láthatjátok. És nem akar lejönni azzal a Kolóval, de nem is kell, hiszen ott vannak PS-nek a vikingjei. És most
sok Marine Marauder elpusztult a stormoktól, és Horazon fel is adja a játékot. Félyes vezet 1-0-ra a mesti döntőben. A nemzeti bajnokság első osztályának a döntőjében.